Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát téma van bőségesen, és még sok mindenre nem is jut idő, hogy beszélgessünk a mai estén, de hogy mikről fogunk, azt láthatták az imént. Például arról, hogy tényleg összeomlik-e a sürgősségi ellátás Budapesten, vagy bárhol az országban. Összeomolhat-e, és lehetséges-e az, hogy ezt egy bármiféle kormányzat engedi, hagyja? Lehetséges-e az, hogy ezt bármilyen, mondjuk némiképp kedvet hitehagyottnak mondott választópolgárok tűrik és hagyják. László Imre és Komáromi Zoltán, két a közélettel igencsak mélyen foglalkozó orvos a vendégünk. Volt kórházvezető, jelenleg is házi orvos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Központi Honvéd Kórháznak a volt főigazgatója. Ráadásul. Na akkor kezdjük azzal, hogy az előfordulat, hogy a Központi Honvéd Kórház, a sürgősségi ellátás központja olyan állapotba kerül, hogy alkalmatlan lesz a betegek ellátására? Ez egy borzasztóan jó kérdés, és azért nagyon jó kérdés, mert ugye a kormány Budapesten sürgősségi ellátás szempontjából három centrumot nevezett meg, és az egyik nevezített centrum a Honvéd Kórház. És pontosan a Honvéd Kórház sürgősségi osztályával kapcsolatosan hangzottak el most a napokban, meg hát az elmúlt hónapokban is, bizony szakmailag erősen kifogásolható, vagy éppen megkérdőjelezhető gondok és problémák. Hát volt háziorvos, aki korábban hónapokra ezelőtt már azt jelezte, hogy no-go zóna a betegek számára. Igen. A Honvéd Kórház. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy érthetővé váljon a nézők számára ez a dolog. Én úgy szoktam mondani, hogy ha én egy belgyógyászt vezénylek a műtőasztal mellé, azzal a felkiáltással, hogy bocsika, hát elvégre ő is orvos, azzal nincs megoldva a műtét, na most a sürgősség is egy önálló szakma, aminek tudásanyagnak kell lenni, tapasztalatnak kell lenni. Én nem vezényelhetek le különböző osztályokról hozzá nem értő orvosokat, ugyan a létszám megvan, és ilyenkor gond és probléma van. Összeomlás. Álljunk meg egy pillanatra, még mielőtt ennél tovább megyünk. A sürgősségi orvos mindenhez ért, ami a sürgősségi ellátásban előfordulhat, tehát minden előfordulhat, vagy ugyanúgy szakosodott orvos? A sürgősségi orvos az ismeri a Balatonnak az első másfél méterét. Ami ott az első másfél méterben történik, azt el tudja látni. Lehet, hogy a talajhoz, a mélységekhez, a mély tengeri dolgokhoz nem ért, de szülészetből, gyerekgyógyászatból, szemészetből, baleseti sebészetből, kardiológiából meg tudja oldani a helyzetet, akár egy mentőautóban, a helyszínen, akár egy sürgősségi osztályon. Ő az, aki arról tud gondoskodni, hogyha baj van, nagyobb baj ne legyen. Hogyha... Egyrészt felfedezze, hogy mi a baj, másrészt tudja az első percekben azokat a tevékenységeket, amivel megmenti az életét a betegnek, és csökkenti az egészségkárosodást. Ezt, hogyha a bőrgyógyászatról küldenek oda egy orvost, nem azért nem tudja, mert nem jó orvos, hanem mert konkrétan nem erre van kiképezve? Így. Pontosan erről van szó. Tehát itt rendelkezni kell ezzel a tudással, és ez a nagyon fontos. Rendelkezni kell azzal a képességgel, hogy föl tudja ismerni, hogy milyen gonddal és problémával áll szembe. Abban az esetben, hogyha életveszélyes állapot van, annak meg tudja kezdeni az elhárítását. Tehát gyakorlatilag egy stabil állapotba tudja átadni annak a területnek a beteget, ahová végeredményben az állapota miatt való. Visszatérve még az első kérdésre, hadd mondjam, hogy mennyire omlik vagy nem omlik ez a szolgálat. Az egészségügyben nem úgy van, mint a hétköznapokban, hogy egy bolt, ahol kedvenc, ott vásároltam a különböző árukat, járok, és egyszer csak megyek egyik reggel, és ki van téve egy tábla, hogy bezárt. Az egészségügy, ahogy Zoli említette a bevezetőbe, amíg benne lesznek emberek, egyre bizonytalanabb szakmai színvonalon, egyre rosszabb körülmények között, egyre nehezebben kiszámítható végeredménnyel, de működni fog. Amit Komáromi Zoltán mondott, amire László Imre utal, azt a kedves nézők nem ismeretik azt az állítást, mert az még a híradó alatt hangzott el az a mondat, hogy amíg egy orvos van Budapesten, addig nem lehet mondani, hogy megszűnt az orvosi ellátás. Csak kicsit hosszú lesz a várólista, de a másik példám az szokott lenni, hogyha három tűzoltóautó működik Budapesten, akkor se lesz probléma, csak kicsit több ház fog leégni. Na de a sürgősségi ellátás az alapvetően sok esetben az életmentésről szól. A nincs tűzoltás is. Igen, de nincs várólista. Hát abban nem lehet várólista, hogy két infarktusos beteg közül melyiket választom. Az elmúlt 10 hónapban vagy egy évben a Honvéd Kórházról szóló újsághíreknek a legnagyobb része arról szólt,
hogy valaki 6, 8, 10, 12 órát várt arra, hogy egyáltalán először megvizsgálják. Holott a sürgősségi orvostannak az az első szabálya, hogy a triást, tehát a beteg osztályozást, azt haladéktalanul el kell végezni, ezt egy nagyon nagy tapasztalattal rendelkező szakembernek kell elvégezni, hogy el tudja dönteni, hogy ez a beteg azért jött be, mert szeretné lerövidíteni a hasi ultrahang felvételre kapott 6-7-es időpontját, mert egyébként fáj az epéje, vagy pedig azért nem kap levegőt, mert megakadt a halszálka a torkában, és ödém második, és 10 perc múlva már egyáltalán nem fog levegőt kapni. Na most, ha ez a vizsgálat hiányzik, akkor az egész rendszer dől, és az egész rendszer rosszul működik. Az lehet, hogy kegyetlen lesz a kérdés egy kicsikét. Hozzá lehet ez úgy szakmailag állni? Mert hogy mindenhol van veszteség. Hogy hát a fél többen halnak meg. A mi szakmánk egy olyan szakma, hogy akkor, amikor elkezdjük a tanulmányokat, illetve amikor megkapjuk a diplomát, mindkét alkalommal esküt teszünk. Ez az eskü pedig arról szól, hogy segítünk a bajban lévőkön. Tehát nekünk elemi kötelességünk, ezért jöttünk erre a pályára. Jó, de aki ott van a sürgősségi, nyilván erején felül, hát hallgatva a történeteket, olvasva a híreket, vagy csak Zahár Gábor indoklását, hogy miért mondott le, hát ez nyilvánvalóan arról szól, hogy mindenki erején felül próbál teljesíteni, egyszerűen nincs elég ember, nincs elég eszköz. Én Zahár Gábort nagyon régen ismerem, hasonlóan Kásler Miklóshoz. Lehet, hogy furcsa a párhuzam, de mind a kettőnek ugyanazt a hibát rovom föl, hogy úgy vállaltak el egy vezetői megbízatást, hogy nem tisztázták, hogy milyen feltételeket kell ahhoz biztosítani, hogy tisztességesen helyt tudjanak állni. Hát és ha tisztázták, és nem teljesítik mégsem. Akkor nem, miért vállalták el? Hát tisztázták, megígérték, nem így lett. Akkor erről beszél Zahár Gábor. És elmegyek. Tehát ez az emberi ezt tisztesség teszi. És a szakmai... Nem 3 év múlva. Ez rögtön kiderült, hogy a feltételekre magyarok. És a Honvéd Kórháznál van még egy gond, én nem voltam igazgató, de gondolom úgy ugyanaz, ugyanis két gazdája van, a Honvédelmi Minisztérium és a Egészségügyi Minisztérium. És a Honvédelmi Minisztérium részéről egy, nem tudom, most azt hiszem közgazdász végzettségű, hivatásos katona, a Honvéd Kórház parancsnoka. Ő neki nem volt ilyen esküje, mint amit Imre is meg én is tettünk, hogy a beteg üdve, a beteg élete az első. Ő közgazdaságilag, gondolom, próbálja rendbe tartani a kórházat, de emberéleteket nem lehet forintba mérni. És hogyha látszik, hogy egy kapacitás szűkös, akkor ott lépni kell, akkor ott szervezni kell, oda erőket kell biztosítani, és szakképzett erőket kell biztosítani. Azt olvasom itt egy cikkben, hogy soha, de soha nem volt elég ember a sürgősségi osztályon. Most drámai a helyzet, de az elmúlt évtizedekben is drámai volt, legfeljebb nem ennyire. Amikor ön ott igazgató volt, akkor is drámai volt? Hát nem volt sürgősségi osztály. Függetlenül attól, hogy én szerettem volna valósítani, hiszen kint Amerikában voltam egy tanulmányúton, és az ottani tapasztalatok alapján rám rendkívül mély benyomást tett. Ha hozzáértő emberek csinálják, képzett hozzáértő emberek, fantasztikusan működik. Az a helyzet, amire Zoli célzott, hogy ma az ellátás, a hosszú határidők, amiket bizonyos vizsgálatok kapcsán kapnak, a betegek úgy próbálják kiderülni, és az vesse rájuk a követ, aki fájdalmakkal rendelkező embert megró azért, mert szeretné azt az időt lerövidíteni, amíg bizonyosság nem keletkezik, hogy mitől van a fájdalma, mitől van a gondja. Megpróbálják egyébként a sürgősségen keresztül elrendezni, hogy nem 3-4 hét múlva lesz az a vizsgálat, hanem mondjuk vár 5 órát, 8 órát, és még valamit hozzátenni. Akkor, amikor hozzáértő társaság van a sürgősségen, akkor, ahogy besorolják őket a sürgősségi ellátás, ugye különböző kategóriák vannak, ahhoz időnormák tartoznak. Abban nincsen 10 óra. Az lényegesen rövidebb, hogyha azt valóban olyan emberek csinálják, akik értenek hozzá. Így ennek megfelelően, amikor ilyen 16-18 órákat hallok, akkor mindig az a kétség merül föl bennem, hogy vajon hogyan is történt ott a belső. A Honvéd Kórház sürgősségi osztályán bő 30%-kal, inkább majdnem 40%-kal nőtt a halálozások száma egy év alatt, 2016-ról 2017-re. Ennyivel nőtt a betegforgalom is?
Biztos, és hát a sürgőségi osztály az olyan, mint az intenzív osztály, oda súlyos betegek kerülnek, tehát jóval nagyobb a mortalitás, a halálozás, mint mondjuk a bőrgyógyászaton. Hát igen, de az arányok ennyire nem változhatnak, hogyha beérkező betegek száma nem változik ennyire, vagy a minőség nem romlik ennyire. Itt megint egy hasonlattal szoktam élni, hogyha egy busz menetrend, egy távolsági busznak a menetrendjébe akár 10-15%-os csúszás van, ott biztos, hogy panasz megy, és biztos, hogy menet egy visszatérítést követelnek az utasok. A sürgőségi orvostan szabálya szerint a leghalaszthatóbb beavatkozásoknak is 6 órán belül meg kell történnie. Tehát az a 10-16 óra, az biztos, hogy azoknak a betegeknek, akinek 1-2-3 órán belül, vagy akár 15 percen belül ellátáshoz kellene jutnia, az egészségkárosodást jelent. És a tűzoltó hasonlathoz visszatérve, nem mindegy, hogy a tűz keletkeztétől az első tűzoltóautó 10 perc múlva ér oda, vagy 1 óra múlva ér oda. Éger István, aki a Magyar Orvosi Kamara elnöke, azt mondja, hogy több száz orvos egész pontosan hiányzik a sürgősségi osztályokról szerte Magyarországon. Ugye nem mond pontos számot, nyilván nagyon nehéz is pontos számot mondani, mert ezek változó számok, de pótolható az ilyen mennyiségű szakember, ugye speciálisan képzett orvos? Én még mielőtt a kérdésre válaszolnék, két dolgot mondanék Éger Istvánhoz. Amikor ők megcsinálták ezt a felmérést a sürgőségi osztályokról, a sürgőségi orvostani társaság ezt a felmérést szakszerűtlennek minősítette, és egyébként azt leírta, hogy nem fog előre vinni, mert ezek az adatok nem alkalmasak arra, hogy a sürgőségi orvostant és a sürgőségi ellátást rendbe tegyék. A másik dolog, azt kérdezném, hogy a Magyar Orvosi Kamara élén Éger Istvánnal az elmúlt 10 évben mit tett azért, hogy ezek az állapotok ne alakuljanak ki? Tudod volna tenni? Igen. Egy Magyar Orvosi Kamara mindig rendelkeznie kell azzal a erővel, határozottsággal és, hogy mondjam, háttérrel, hogy hatással tudjon lenni az aktuális kormányzatra azért, hogy rendesen működjenek a dolgok. Ha nem tud, akkor meg neki is le kell mondani. Vissza az alapkérdéshez. Számok. Értem, amit Komárom Zoltán felvetett, de nézzük a számokat. Természetesen ezek a számok mutatják azt, hogy mennyire komoly gond van ezen a területen, és mennyire nem valóban a hozzáértő orvosok kerülnek le nagy számban ezekre a sürgősségi osztályokra. Jelen pillanatban hozzávetőlegesen mintegy 200 sürgősségi szakképesítéssel rendelkező orvos van Magyarországon, és valamivel több mint 600-ra lenne szükség. Tehát 400 egy néhány konkrétan hiányzik tudhatóan? A jelenlegi struktúrában. Úgy, hogy még ez a 200 ember a rendszerben van jelenleg. Természetesen tudni, az pontosan kiszámolható, hogy az egyes sürgősségi osztályok, hogy normálisan működjenek, hány orvossal tudnak működni a különböző nagyságú kórházak. Erre van esetén. Egy protokoll, gondolom, mint minden rendben így van, a szakmában. Így van. Egy protokoll egy szerint. Minimum. Ugyanakkor az na, pontosan... De ha ezt nem tudják teljesíteni a sürgősségi osztály, nem menjünk mindig gyorsan tovább, várjunk, majd mindjárt megyünk tovább. Okay. Ha ezt nem tudják teljesíteni a protokoll szerint a sürgősségi osztály, ki hogyan engedélyezi, hogy ezek működjenek? Ki vállalja a felelősséget? Nagyon ezért? Könnyen meg tudom mondani. Akkor, amikor az Onodi Szűcs Zoltán átvette a államtitkárságot, ugye annó, akkor őneki különböző célkitűzései voltak, többek között az, hogy a megfelelő feltételek az ellátáshoz biztosítottak legyenek. Majd jött az országos tisztifőorvos, és pillanatok alatt ez az egész lekerült a napirendről, mert ő kimondta, kimerte mondani, sajnos, hogy a kórházak többsége nem felel meg a minimum feltétel kötelezettségének, mert vagy személyi állomány orvos nővér, vagy a technikai oldalról olyan hiányosságok vannak, hogy a minimum feltételt, tehát azt a minimumot nem tudja. Ebből jött az ötlet, hogy akkor vonjunk össze osztályokat, kórházakat, zárjunk be néhányat, és akkor majd meg lesz minden. Meg abból jött az ötlet, hogy hallgassunk el mindent, és hangoztassuk azt egyébként a sajtó felé, önök felé, meg a betegek, meg a potenciális betegek felé, hogy kérem szépen nem kell idegeskedni. De doktor uram, minden rendben van. Önök is azt mondják, hogy ez egyébként igaz. Tehát, hogy ezek az osztályok ilyen módon valószínűleg alkalmatlanok arra, hogy ellássák a funkciójukat, de működnek. Nem. Alkalmasak, de gyakorlatilag ez az alkalmasság egy olyan szinten valósul meg, aminek nem lenne szabad ma, 2018-ban a magyar egészségügyben, a magyar betegek ellátásában közreműködni.
Tehát ez, amiről a beszélgetés elején céloztuk, hogy amíg van egyre bizonytalanabb és egyre alacsonyabb szakmai színvonalon, de működik. Tehát itt az összeomlásnak a veszélye, az összeomlás ténye ebben mérhető. Amikor Zahér Gábor azt állítja, hogy a sürgősségi centrum legkésőbb október 1.-3. végére, tehát mondjuk az akkor október 10-e, jelen személyi állománya, illetve műszerezettséggel működésképtelené válik. Az mit jelent? Be kellene zárni, de persze nyitva lesz? Uh-huh. Azt jelenti? Így. Természetesen bekerül valaki, és lehet, hogy a bőrgyógyász fogja műteni? Ugye ő elmondta azt, hogy 6 orvosnak a felmondása folyamatban van, ők gyakorlatilag a felmondási idejüket töltik. Tehát ő pontosan tudja azt, hogy annak az orvos létszámnak, amivel ő még dolgozott együtt, mint főnökük, annak milyen része fog október 10-éig elmenni a kórházba. Most 40-en felmondták a túlmunkára van, vonatkozó és megállapodásukat. Olyan kritikus, meg van terhes kollégina is benne, aki szülési szabadságra, illetve szülni megy el. Tehát végső soron ő pontosan tudja, hogy olyan létszámviszonyok keletkeznek ezen a területen, amivel igazán megoldani a feladatukat nem lehet. Hogy mennyire nem lehet megoldani, vagy mennyire, nagyon idézőjelben mondom, takarékos szinten lehet valamit nyújtani, azt én így most megítélni nem. De hogy lehet valami takarékos, hogyha mondjuk ne történjen ilyen, de történik egy baleset, és oda beszállítanak egyszerre 20-valahány embert, ott nincs mit takarékoskodni, el kell látni. Ha nincs bent orvos, nincs bent műszer, hogyan? Ez így van, viszont az rendszert kellene tekinteni, és én azt mondom, hogyha most egy csoda folytán a 4., a 13. kerület, 14. kerületnek a járóbeteg ellátását és alapellátását rendbe tudná tenni valaki, és ott mondjuk a radiológiai, a belgyógyászati, endokrinológiai, baleseti, ortopédiai, reumatológiai ellátás egyik pillanatra a másikra lejöhetne mondjuk egy hétre, 10 napra a várakozási idő, akkor lehet, hogy akkora tehertől mentesülne a Honvéd Kórház sürgősségi osztálya, hogy ezzel a mostani állománnyal valahogy átevickélne most egy boldogabb időszakra. A recept. Ez a recept országosan. Azt hittem, hogy szeptember 1-én elérjük a 400 betöltetlen háziorvosi praxis, nem értük el, 399 betöltetlen háziorvosi praxis van országszerte. 516 ezer embernek nincs háziorvosa, és 27 budapesti praxis már betöltetlen. Ez a legnagyobb gond. Tehát olyan betegek jutnak be a sürgősségi osztályra, és ahogy Imre mondta, önvédelemből, aggódásból, akik egyébként megoldhatók lennének a háziorvosi járóbeteg ellátásban. A 13. kerület, tudom, én ott lakom, a 13. kerület vett maga CT-t, meg azt hiszem emelve. Ez óriási dolog. És a Visegrádi utcai rendelőbe, hogy segítse a betegei ellátását. Ez a recept? Igen, de fülorgégész nem tud venni, endokrinológus nem tud venni, reumatológus nem tud venni. A képalkotóba már jól áll. Most hallottam egy másik kezdeményezés, hogy 5000 ultrahang vizsgálatra kapott Iványi Gábor intézménye egy finanszírozást, tehát 5000 ultrahang, hasi ultrahang és mindenféle pajzsmirigy ultrahang vizsgálatot Budapest ellátásából meg tudnának csinálni, és tudja mi a probléma? Nem találnak szakembert, aki ezt az 5000 vizsgálatot megcsinálja. És akkor visszakanyarodunk. És Budapestre van szó. Az alapkérdéshez, hogy Zahér Gábor nem talált orvost az osztályára, nincsenek szakemberek. Ez utolsó kérdésként, ez kizárólag pénzkérdés ma már, vagy most valami egészen másra állunk már szemben? Hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. Alapvetően igen. Alapvetően igen. Tehát alapvetően se a műszer, igen. Se az ember. Tudomásul kell venni, hogy vannak olyan szakterületek, amit jobban meg kellene fizetni. Több ilyen szakterület van, ezt mi tudjuk, most nem akarom az időt. Ha igazságtalan is az ország egészének pénzügyi bér struktúrájával szemben, akkor is azt kéne mondani, hogy nem érdekel, annyit fizetek, mint amit Angliába keres, jöjjön haza az orvos? Nem kell annyi. Nem, fele nem annyi kell, és nem megy el. Nem kell annyi. Lényegesen kevesebbel is ez az egész dolog megoldható lenne. De hadd mondjak, amit szeretnék elmondani. Én, mint a Katona Egészségügyi Szolgálat helyettes volt vezetője, 32 évig hivatásos katonaorvos, a Központi Honvéd Kórház főigazgatója. Most élni fogok az országgyűlési képviselői jogommal, és be fogom számoltatni a kórháznak a parancsnokát. Be fogom számoltatni egyébként, hogy milyen formában van az,
hogy folyamatosan ezek a gondok és problémák a főváros egészségügyi ellátásában meghatározó szerepet szánt kórháznál ilyen dinamikával, ilyen súlyossággal előfordul. Visszajön hozzánk, hogyha ez a beszélgetés megvalósult? Mit? Elmondja, hogy mit hallott? Mit természetesen tapasztott? Nagyon szívesen, hogyne. Köszönöm. Nyilvánosságra tartozik. Azt én is így gondolom. Köszönöm, doktor urak. Köszönöm szépen.